Lakossági fórumot tartottak a szennyvíz hálózat kiépítéséről. Kétnapos programkavalkáddal készül hétvégére az MMK. Jubileumi rendezvényeket tervez a könyvtár. Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a D+ televízió híradóját látják. Kulcson már majdnem elkészültek, jelenleg városunkban az északi lakóparki részen végzik a csatornázási projektet a szakemberek. A beruházás részeként építenek majd egy új átemelőt is a Százlábú hídnál, és ott egy új szennyvíznyomó vezetéket is. Lakossági fórumot tartottak az északi lakópark és a táborállási terület csatornázási projektjéről. Az eddigi eredményekről és a jövőbeni munkafolyamatokról beszéltek a szakemberek az érdeklődőknek a Városháza rendezvénytermében. Az Észak- és Közép-Dunántúli szennyvíz elvezetési és kezelési fejlesztés 2 elnevezésű projekt több település csatornázását érinti, köztük Dunajvárost, az északi lakóterületet. A beruházás összértéke közel 6 milliárd forint. Alapvetően ezt úgy kell kezdeni, az Égdu 2-nek nevezésű projekt. Ez az Észak-Dunántúli és Közép-Dunántúli szennyvíz csatornázás. Ez a Közép-Dunántúl, ide beletartozik Kulcs, Rácalmás, Dunaújváros. Itt ennek a fejlesztése meghaladja 3 milliárd forintot. Kulcson és Dunaújvárosban van ez a projektnek a gerince, hiszen Kulcson abszolút nem volt szennyvíz csatornahálózat, ott teljesen újat kellett építeni. Dunaújvárosban már meglévő hálózathoz kell csatlakozni, itt az úgynevezett északi lakóterület az, ami még nem volt csatornázva. A partfalvédelem miatt különösen fontos nálunk a szennyvíz és csatornahálózat kiépítése. Annak idején keresték a lehetőséget, a fejlesztési forrást, amivel véghez tudják vinni a munkálatokat. Időközben többször is módosult, bővült a fejlesztési terv, nagyobb területet, több utcát és ingatlant bevontak, és megkezdődtek a kivitelezési munkálatok. Természetesen sajnos senki nem tudta, úgymond, hogy ez egy szakadó part, löszpart, és emiatt változtatni kellett a kiviteli terveken is. Tehát ez nem csak a kiviteli, ez engedélyes terveket is meg kellett módosítani. Ez egy kicsit hátráltatta a kivitelezést. Teljesen új nyomvonalak jöttek létre. Mint az Bíró Kornél elmondta, jelenleg táborálláson dolgoznak a szakemberek. Mivel rendkívül szűk kis utcák vannak, nem könnyű a hálózat kiépítése, de hangsúlyozta, ahol csak lehet, ahova csak elérnek, elvégzik a bekötést. Ez tavaly ősszel indult a kivitelezés, és ez sajnos a helyi adottságok miatt elég hosszan el fog húzódni. Ott a úgynevezett honvédségi telep fölötti részen borzasztó keskeny utcák vannak, nagyon nehezen haladunk, úgyhogy május, július, augusztus a befejezés. Jelenleg tehát nálunk dolgoznak a projekt szakemberei. A Kulcsi területen már majdnem végeztek, ott a csatornahálózat kiépítése, valamint az összegyűjtött szennyvíz elvezetése volt a feladat. Rácalmás tulajdonképpen készen van, ott nem volt nagy feladatunk, ott egy szennyvíz átemelőt kellett építeni a meglévő szennyvíztisztító telepre, ami átnyomja az összegyűjtött szennyvizeket ide Dunaújvárosra. A Kulcson tulajdonképpen készen vagyunk, 95%-os készültség van, két utcában nem csatornáztunk még. A beruházás érinti Rácalmást is. Ezen a településen nagyon rossz állapotban van már a helyi szennyvíztisztító telep, nem hatékony, így a projekt által a Dunaújvárosi telepre vezetik az összegyűjtött szennyvizet, a régit pedig megszüntetik. El kell készülnie, van a Hankok körforgalom, oda fog érkezni Kulcsról és Rácalmásról egy fogadóaknába a két szennyvíz, regionális szennyvíznyomóvezeték. Onnan pedig a Magyar úton gravitációsan megy le egészen a Százlábú hídnál levő, ott már most is van egy átemelő, de az megszűnik, egy újonnan épített átemelőbe. Abból az átemelőből pedig ki kell építeni egy szennyvíznyomóvezetéket a Szent István úti átemelőig. Amikor ezek így összességében elkészültek, akkor tud Kulcs és Rácalmás úgymond befejeződni, csúnya szóval, és elindulhat a szennyvize arra a két településre. Mivel a Dunaújvárosi szennyvíztisztítóba érkezik Kulcsról és Rácalmásról is a szennyvíz, ezért szükség van bővíteni, felújítani a helyi telepet. Erről még Cserna Gábor polgármester beszélt korábban, a feladatot pedig akkor jóvá is hagyta a közgyűlés.
közmeghallgatást tart a képviselőtestület február 11-én, holnap 17 órakor a Városháza C-szárnyának házasságkötő termében. Az ülés tárgya a 2019-ben elvégzett helyi közfeladatok ellátásának ismertetése, valamint a 2020-ban elvégzendő városfejlesztéssel, városüzemeltetéssel és közszolgáltatások biztosításával kapcsolatos tervek bemutatása. Az ülésre minden dunajvárosi polgárt várnak. A közmeghallgatás célja, hogy a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közvetlenül intézzenek a helyi közügyek tekintetében kérdést, vagy tegyenek javaslatot a képviselőtestületnek. A Munkás Művelődési Központ már 5. éve csatlakozik a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű országos rendezvénysorozathoz, amely most hétvégén esedékes. A Dunajvárosi Intézmény és az ott működő kisközösségek szeretettel várnak minden érdeklődött a hétvégi programra. Országszerte több száz kulturális központban és művelődési házban várják az érdeklődőket ezen a hétvégén, február 14-e és 16-a között a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat részeként. A Magyar Népművelők Egyesülete 14 évvel ezelőtt indította el ezt az eseménysorozatot azzal a céllal, hogy minél többen legyenek részesei a közművelődési intézmények által nyújtott kulturális sokszínűségnek. Idén az a jelmondat, hogy minden nap értéket adunk, ezzel jelezve azt, hogy a közművelődés a hétköznapokban is értékes kultúrát közvetít és teremt. Ennek mentén várja különféle színes programokkal a Munkásművelődési Központ is a látogatókat. Mi 2015-ben csatlakoztunk először a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozathoz, azóta folyamatosan minden évben részt veszünk a Kultúrházak éjjel-nappalon. Ez most egy rendhagyó programsorozat lesz. Tudnélik, az összes kisközösségünk 14 és 15-én nyitva áll, várja az új tagokat, ugye toborzás céljából minden közösséghez be lehet tekinteni, meg lehet nézni a munkájukat. 14-én 17 órától Dorogi József egy nagyon aktívan készül egy interaktív kiállítás bemutatóra. Az ő virágképei vannak most fönt. Józsi kis ajándékokkal, ezt mindenkinek elmondom, kedveskedik, és itt tart egy tárlatvezetést. A Népmesepont, ami most már második éven működik, ugye egy rendhagyó programot talált ki. Egy éjszakát tölthetünk el a Népmesék Birodalmába. Két kolléganőm, Zsuzsi néni és Erika néni kitalálták, hogy egy éjszakán át mesélni fognak a gyerekeknek, mesefilm, mesenézés lesz, együtt vacsoráznak, együtt fekszenek le. Tehát egy éjszakát a gyermekek eltöltenek velünk a Népmesepontba. Másnap szombaton indul az igazi nagy program dömpingünk. Tudnilik, 3 órától már játszóház lesz, és itt lesz egy farsangi fán kóstoló, jelentem magam fogom sütni a farsangi fánkot a gyerekeknek, itt még kézműveskednek. 4 órától Lara mesék címmel Szentgyörgyvári Laurának a Téli Bujócska című bábszínházát nézhetik meg a kedves vendégeink. 5 órától gyermektáncház lesz a Vasas Tánc Együttes gyerekeivel. 6 órától pedig a nagy együttes tart a felnőtteknek egy szokásos nagy ihaj-csuhaj táncházat. A Kultúrházak éjjel-nappal hétvége mellett a hagyományos és az időszaki rendezvényeivel is várja a látogatókat az MMK. Amit ebben a hónapban még szeretnék megemlíteni, szintén 5. alkalommal rendezzük meg az országos Rumikub bajnokságot. Amikor először rendeztük, akkor csak egy 20-30 fős csapat lett, aki nevezett, tehát maga a versenyzők száma, most viszont már 110 fő fölött vagyunk, országosra nőtte ki magát a rendezvény, ez február 22-én lesz, ide is mindenkit várunk nagyon nagy szeretettel. Tovább működik a filmklubunk, ugye minden kedden, várja a vendégeket az Iris Fair színpad minden hónap utolsó hétfőjén, és utolsó péntekenként pedig a szokásos nagy-nagy Tataminek koncertre várjuk vendégeinket. A február 14-én és 15-én megrendezésre kerülő programok, ahogy általában minden MMK-s családi program, természetesen ingyenesek, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. A város születésének 70. évfordulója alkalmából több multidézős történeti programot tervez ebben az esztendőben a József Attila Könyvtár. Az intézmény felnőtt könyvtárának következő rendezvénye egyébként egy irodalmi előadás lesz február 18-án.
Mint már arról többször hírt adtunk, idén ünnepelheti Dunajváros 70. születésnapját. Természetesen a József Attila könyvtár, mint a város egyik ikonikus kulturális intézménye, nem maradt ki az ünneplésből. Multidézős történeti programsorozatot szeretnének rendezni ennek apropóján. A tervekről Tóth Éva, a könyvtár vezetője beszélt televíziónknak. Tulajdonképpen minden egyes megmozdulással próbálunk úgy előállni, hogy ez az évforduló valamilyen szinten benne legyen. Ez jelenti egyrészt azt, hogy a helyi alkotókat, a helyi művészeket fogjuk hívni elsősorban, de azt is jelenti, hogy bizonyos helytörténeti dolgokra fogunk rávilágítani. Lehet ez olyan szinten is, hogy egy-egy régi újságot elővéve egy-egy hírt elevenítünk fel, és aztán lehet még úgy is, hogy várostörténeti sorozatot hirdetünk, ahol különböző előadások kapcsán ismerhetjük meg a város történetét egészen intercizától napjainkig. A József Attila könyvtár 1974-ben nyitotta meg kapuit az Apáczai Csere János utcai épületben, de már jóval korábban, 1954-től is működött könyvkölcsönzési lehetőség, így igen bőséges archívum áll rendelkezésre ahhoz, hogy ezen jubileumi rendezvényeket összeállítsák, az előadásoktól kezdve a kiállításokig. Az egész helyismereti munkánk, a helyismereti adatbázisunk, a képtárunk, mindazok a képek, amiket összegyűjtöttünk ténylegesen fizikai formában, ezekből folyamatosan könyvtáron belül kiállítások zajlanak majd. Most éppen Holzer Tibornak a Múlt és Jelen sorozata látható a könyvtár folyosóján, március 1-től pedig az Ilyenek voltunk című dunaújvárosi írók-költők művei nyomán készült tablók láthatóak majd. Az éves rendezvények létrehozása, megvalósítása természetesen a költségvetési lehetőségeik függvényében tudnak majd megvalósulni, viszont vannak már most is megszervezett programok, amelyekre minden érdeklődőt szeretettel várnak. Most például a Szép Próza napja alkalmából február 18-án Hanvas Béláról hallhatnak az ide betérők. Weiner Senyei Tibor lesz az előadó, egy író-költő. És hogy miért pont Hanvas? Hát, hogyha a magyar szép prózáról beszélünk, akkor az ő életműve az elég bőséges egyrészt, másrészt meg elég hányattatott sorsa volt ahhoz, hogy újra és újra elővegyük, hiszen a 80-as évekig alig hallottunk róla, utána olvasta mindenki, és aztán most megint nem árt újra beszélni róla, mert még mindig nem foglalta el a helyét az írók között, azt, ami őt megilleti, azt a helyet. Több programmal várja a fiatal könyvbarátokat ebben a hónapban a földszinten lévő gyermekkönyvtár is. Februárban a Cimborák farsanggal köszöntik a februárt, utána február 14-én a könyvajándéknappal várják a gyermekeket a gyerekkönyvtárba, és február 28-án az Ölej meg egy könyvtárost világnapon pedig kézműves, kreatív foglalkozás lesz a gyermekkönyvtárban. A József Attila könyvtár következő rendezvénye február 18-án, a Magyar Szép Próza napján 17 órakor lesz, amikor is Weiner Senyei Tibor író-költő fog előadást tartani Hanvas Béláról. Kérem, most tekintsék meg kiemelt híreinket még egyszer, röviden. Lakossági fórumot tartottak a szennyvíz hálózat kiépítéséről. Kétnapos programkavalkáddal készül hétvégére az MMK. Jubileumi rendezvényeket tervez a könyvtár. Ennyi fért mai hírműsorunkba. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ne feledjék, adásainkat bármikor visszanézhetik a www.dplusztv.hu weboldalon. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.